Mi volt ma? A Rubegától Terra Molinosról kiderült, hogy ő Selene Estefánia vér szerinti apja. És veled? A szokásos. Kész még? Nem, köszönöm. Szerezni. Holford tette le, Bőnik csavarja be, és Holman remekül lép ki, ebben benne volt Grobbioni. Megmaradt a labda, Bőnik tette le. Nincsenek is otthon. Hogynak, Albert? Népegészségügy nemzethigiénia. Egy perc az egész. Köszönöm. Bocsásson meg, előre megyek. Cipő? Maradhat? Ó, persze. Jó, én mindig meg szoktam kérdezni, hogy maradhat-e a cipő. A mai korban talán túlzó pedantériának tűnik. Dehogyis. Foglalja helyet. Mondom őszintén, nagyon szeretném én se, hogyha valaki csak úgy betrappolna hozzám, különösen nem esős időben. Szerencsére most nem esik. Gyönyörű napunk van. Ne aggódjon, nem tartom fel sokáig. Üdítő sajnos nem volt itthon. Ó, jó, nekem a csapvíz is. Ja, kinyithatom? Vagy én te sem csak.
Nyugodtan lesz. Köszönöm szépen. Szembeszálljak vele. Azért jött, hogy beszéljen magával. Odalent várja Évát. Nem érted meg, még ennyi... Egyen este közepébe. Jó? Jó. Hát kérem szépen. Az ön kedves édesanyja, Sík Zoltánné, született Rikotta Terézia, terhesség megszakítási kérelemmel fordult az illetékes hatósághoz. Az ügy elbírálása némi késedelmet szenvedett, a beadvány formai hibákra való hivatkozása többször visszakerült az alsóbrendű fórumokhoz, ám végül is a folyóhó 16-án döntés született, melyben a bizottság helyt ad Sík Zoltánné született Rikotta Terézia kérelmének. A terhesség megszakítást folyóhó 24-én fogják végrehajtani, azaz a mai napon. Meg kell kérdeznem. Ön a szóban forgó embrió? Mi van? Gyors voltam. Jó. Tehát, Sík Zoltánné született Rikotta Terézia, az ön kedves édesanyja. Tévedés kérem, az én édesanyám soha nem kért terhesség megszakítást. Ez az ő aláírása? Hát nem tudom. Azt hiszem. Hiszen ez egy 50 éves beadvány. 55? Hát a mi malmaink is lassan őrölnek. Rengeteg a kérvény, rengeteg a szempont, rengeteg a... Nevetséges. Hát az én édesanyám 2 éve halott. Ó, ez felettébb sajnálatos. Ez esetben a hölgy már nem tudja visszavonni a beadványt, és így fellebezésnek helye nincs. Miről beszél ez? Semmi baj, drágám, semmi baj. Biztos valami félreértés. Lehetséges. Vannak testvérei? Igen. Egy bátyám. Ó, ez nagyszerű. Akkor elképzelhető, hogy a beadvány nem is önre vonatkozik, hanem a kedves testvérére. Szabad? Egy perc is kiszámoljuk. Mikor született ön, uram? Elkérhetném a személyi azonosítóját? 55 leszek áprilisban. 58... Ó, nagyon sajnálom. Ez esetben itt kellene aláírnia. Ne írj alá semmit. Uram, nekem komoly ambícióm, hogy nem mondjam, szívbéli szándékom, hogy ezt a dolgot kultúremberek módjára intézzük el. Az ön aláírásának, be kell valljam, az ügy kimenetele szempontjából semmilyen gyakorlati jelentősége nincsen. Szimbolikus üzenete azonban annál fontosabb. Ne írd alá. Uram, higgy el, megvannak az eszközeink, hogy mindenképpen érvényesítsük édesanyja végakaratát. Bocsánat. Igen. Bocsánat, egy pillanat. Igen. Beszélgetünk. Igen, igen. Eddig igen. Nem szükséges. Igen. Jó. Rendben. Elnézést. És ha aláírnám? Béla. Nyugodj meg, azt mondtam, nám. Ha aláírnám, akkor mi lenne? Hogy mi lenne? Terhesség megszakítás. Ez őrület. Hát ez egy őrült. Takarodjon ki a lakásba! Vagy hívom a rendőrséget! Milyen alapon? Maga engem illetveszélyesen megfenyegetett. Ez egy hamisítvány, ez egy csaló. Uram,
Nézze, uram, tudom, hogy nem könnyű ebbe beletörődni. Ez egy hamisítvány. Maga csaló. Maga a csaló! Egy simoló! Egy sikasztó! Maga az állam pénzén járt bölcsödébe, óvodába, iskolába. Maga után mind a mai napig tévét fizet be a munkahelye. Maga 55 év alatt jogosulatlanul vett igénybe számtalan állami kedvezményt és juttatást. Miközben oxigént font el a föld légköréből, hajtógázas sprékkel tágította az ózonlyukat, széndioxidot bocsájtott ki az autójával, és 550 kg szemetet termelt! Mondjam még! Mondjam! Maga a mi ökoszisztémánkban egy nem kívánt jelenség, uram. Takarodjon ki a lakásomban! Kifelé! Nézem, nekünk sincs ingyen, ez a tévedés. De mi nem kérjük vissza azt a pénzt, amit elsikított. Nem, pedig megtehetnénk, a kedves felesége élete végéig nyöghetné a részleteket, igaz? Kérdem én, rászolgált maga erre a nagyvonalúságra, Bálint? Béla! Nem szolgált rá. Bakacskodik, kekeckedik, kibúvókat keres. Nem érti, mit mondok. Menjem! Miért megy már ki? Szevasz, kicsi. Sziasztok. Puszi? Van rakott krumpli. Bobby! Magának gyereke is van. Ezt nem mondta. Igen, van. Miért? Csúnya jokhézag. Elvileg nem lehetne. Mi az, hogy nem lehetne? Hát most nem tudom, hogy mi legyen ezzel a gyerekkel. Hogy mi legyen? Bocsasson meg, asszonyom, ez egy ontológiai nonsens. Egy nem létezőből egy létező. Maga a nonsens! A gyereket hagyjuk ebből. Én kihagyhatom. Anyai ágon végül is valószínűleg legitim. Élni akarok. Sajnálom, uram, nincs rá engedélye. Nem tudtam, hogy ehhez engedély kell. Persze, hogy kell. Tényleg ne csinálják már ezt velem. Még rengeteg helyre kell mennem. Jó, semmi baj. Jézusom. Jó, mondok egy példát. Jó? Mondjuk házat akar építeni, akár a parlament elé. Van joga rá? Van. De előbb engedélyeztetni kell. Kell hozzá egy építési engedély. A férjem nem egy ház. De nincs létezési engedélye. Engedély. Egy kutyának, egy patkánynak, egy pontrónak sem kell ahhoz engedély, hogy éljen. Fú, nagyon fontos, amit mondasz, szonyom. A kutyának valóban nem kell, de kutyák vagyunk mi. Pondrók, patkányok, akik csak ide pottyannak a világra, akik ide zubognak egymás egyén hátán egy kitágult szülőcsatornán, hogy leéljék kurta és értelmetlen életüket. Nem. Mi emberek vagyunk. Vannak törvényeink, rendszereink, és van egy konszenzusos rend, aminek betartása értelmet adhat annak a zavaros tagmondatnak, ami a születés és a halál zárójele közé van odavetve, Sandán és Trehányon.
Nincs én csak! Magának nincs én csak! Magának nincs én! Hogy nem lehet ezt megérteni? De komolyan mondom, felbaszom az agyamat! Láttátok a költőmet? Nem! Maga egy illegális testfoglaló. Maga úgy bitorolja ezt az egész személyiséget, mint egy kakukk. Maga kakukk a munkahelyén, kakukk a hitvesi ágyban, maga csak egy férj imágó, nem igazi férj. Nincs igazam? Nincs. Maga bitorolja a férj, az állampolgár, az alkalmazott, a pontgyűjtő kártya tulajdonos, a parkoló kártya tulajdonos szerepét, maga úgy fityeg ezen az egész ellopott, önkényesen kisajátított egzisztencián, mint egy kullancs, egy parazita! Maga egy fantom, Baldizsár, egy fikció! Maga csak egy érzékcsalódás? Maga nincs. Mindig gyanús volt valami. Béla? Ne. Emlékszel, amikor egyszer megmértem magam a szobamérlegen, és nem mutatott semmit? Béla, rossz volt az a mérleg, kidobtuk a francba. Most már mindent értek. Kicsi, megijesztesz. Persze, hát mi vagyok én? Egy nem várt terhesség. Egy abortusz szökevény. Béla, drágám. 54 év. Micsoda nyereség. Adja ide azt a tollat. Most hogy lesz? Már ami a terhesség előre haladott állapotát illeti, ezt majd inkább légy szem közt. Nem, a családom előtt nincs titkolni valóm. Köszönöm, kitalálok. Igen? Sík Zoltánné, az édesanyám. Csak ő már... Hány centi? 179. Saci, van még C7-es zsákunk? Van még egy? Jó van, jöjjön. A
feleségem. Leül, és vár. Jó. Jó, jó lesz. Csár Evelin! Ez a magáé? Nem. A férjem kapta. A volt férjem. Miért? A találmányáért. Miféle találmány? Hát a kézszárító. Én nem nagyon értek hozzá, de tudja, van ez az érzékelő, ez a relé, ami egyszer csak így bekapcsol. Azt ő találta fel? Ő. Gyönyörű időnk van. Babi. Babi.
Thank you.